látja, hogyha közeleg az évvége, akkor halálszínünk mindig azt is jelenti, hogy elérkezik annak a tornának az időpontja, akit egy olyan testnevelő tanárról kérdeztek el, aki nem csak az iskolai sportéletet szervezte aktívan, hanem a falunak a sportéletét. Őt Gulosz Tibornak hívják, aki az emlékére rendezik meg minden évben ezt a tornát, az idei már a 11. alkalom. Idei évben annyival egészült ki ez a dolog, hogy a sportegyesület révén, támogatása révén nem csak egy sportcsoportot, azaz 5.-6. osztályosokat tudjuk vendégül látni, hanem a 3. és a 4. osztályosokat is. Úgyhogy egy nagyobb rendezvényt sikerült itt megrendezni, amit már ezúton is szeretnék megköszönni a sportegyesületnek, elnökének. Külön tisztelettel köszöntök Rossz Tiborné Erzsikét, aki minden évben megtisztel minket, hogy megjelenik, és az, hogy majd a torna végén ő fogja a díjakat átadni. Ahogy látjátok, két pálya van feltesztve, a 3. és a 4. osztályosok a kisebbik pályán fognak majd mérkőzni, a 5. és a 6. osztályosok pedig a nagyobbik pályán. A sorsolást már a csapatvezetőkkel megtettük, el fogják mondani, hogy mit fognak játszani, tudni fogjátok a sorrát. Nagyon sok értékes díjat fogunk a mai alkalommal kisorsolni, díjazni fogjuk természetesen az első helyezettet, ő viszi el majd a Rossz kupát. Ezt háromszor kell elnyerni ahhoz, hogy valaki véglegesen bírja. Ezen kívül díjazni fogjuk még a gólkirály, a legjobb kapu, a legjobb mezőnyjátékos és még a legsportszerűbb csapatok. Én arra kérlek benneteket, hogy nagyon sportszerűen vegyetek részt ezen a tornán. Legyen ez hű a tanár úrnak az emlékéhez, tehát ilyen durvaság, Ráger beszéd, ne legyen a tornán, nagyon figyeljetek erre, nagyon kiemelném. És nekem igazából nem maradt más, mint hogy a csapatoknak sportszerű küzdelmet és eredményes szeretét kívánok. Köszönöm szépen, és akkor megkezdenénk a tornát. Uram, 17-es, ott van üres. Jó volt, embert kered! Dorian, menj be a vonalon belülre fejelni! Nagyon jó, gyerünk előre, előre! Kapus! Figyelj! Szorosan! Otto! De. Szorosabban! Kornél! Már indul is! Kornél! Minden elírunk, de! Egyből! És vége! Gyerünk! Gyerünk bármi! Szorosabban! Gól. Gyerünk, ilyen! Jön a kapus! Kapus, ott a kapus, karácsony!
Laci, Lacko! Már nem jó! Ugye, Laci, előbbre! Ebből is látjuk, hogy azért jó egy kapcsolatban lévő csapatok gyűltek itt össze. És ahogy láttam, kódszerűtlenség sem nagyon volt. Ezt meg külön köszönöm nektek. Jó? És akkor ismertetnénk az eredményeket. Először a második kódcsoport eredményét fogom hirdetni. És felkérem Rossz Tiborné Erzsikét, hogy legyen olyan kedves a díjakat átadni. Jó? Az okleveleket lányok hozzátok ide először a második kódcsoportért. Először is a helyezéseket ismertetnék. Második kórcsoportban negyedik helyezett lett Dunakiliti csapata. Megkérem a csapatkapitányt, hogy jöjjön ki az oklevélért. A negyedik helyezett. Harmadik helyezést ért el, és az egész csapatnak majd ki kell jönni az oklevél mellett, mert éremdíjazás is van. A Dalmozseli csapata. Egy csapat alakozzon fel, jó? De nincsen, jó? Jó, akkor oda fogjuk adni így, és akkor... igen, az a harmadik helyzet. Akkor ezt így átadjuk egybe most, jó? Várj, oklevél. Oklevél. Nagy küzdelemben második lett a Laci csapata. Gyertek, egész csapat gyerekek. Jó, első nénihez. Egymás után sorba, jó? És akkor Anni szedszél. Már jöttük egy kicsit. Nem jó a hány. Az edző urat is kérjük, hogy jöjjön ki. Köszönöm.
és első helyezett lett az Újhelyi iskola csapata, aki idén elnyerte a kupát, doklevelet és természetesen az aranyérmeket. Maradjon kint a csapat, mert a kupát szeretném majd átadni a végén. Jó, gyere egy kicsit idő, mugodtan. Kérdsz, kirubáljunk. Jó, bocsánat. Kapcsoljuk meg! Köszönöm, vissza lehet vonulni a... Ha nem viszik el, hogy én... Vissza lehet vonulni a sorban. És akkor mondanám a külön díjakat a második korcsoportban. Legjobb mezőnyjátékost a második korcsoportban Szafik Ábel. A Bolkirály, remélem jól olvasom, Csáki Dávid. Csőlei. Csőlei, bocsánat. Csőlei Dávid. A legjobb kapus, Darnó Zseliből Molnár Balázs. És a legsporterűbb csapat pedig Duna Kiliti lesz. Akkor ismertetném a harmadik korcsoportban elért eredményeket. Negyedik helyezést ért el az Újhelyi iskola csapata. Harmadik helyezett lett a Darnó Zseli iskola mennyi csapata. Ja igen. Na jó, de... Második helyezést ért el Halászi iskola. És első helyezett lett a Duna Kiliti csapata. Szalai Zoltán. Legjobb kapus, remélem, hogy jól olvasom. Visztrél János. Mr. Cír János. Legjobb mezőnyjátékos. Gardos Anna Mária. Anna Bella. És a exporterű csapat pedig a Darnó Zseli. És az idei évben a harmadik korcsoportban a Szent, vagyis hát a Grósz Tibor emléktornát a Duna Kiliti csapata nyerte. Jöjjünk el a kupát! Mindenkinek
Mindenkinek még egyszer megköszönöm a részvételt, jövőre visszavárunk. Jövőre mindenkit visszavárunk ide, és a közeledő szünethez pedig mindenkinek jó időtöltést, pihenést kívánok. Viszontlátásra, sziasztok! És mindenki vegyen el majd egy csokit, szépen sorba jó!